Bemutatta 2019-es Forma 1-es versenyautóját szerdán az elmúlt éveket végig domináló Mercedes. A német istálló változatlan felállással a Lewis Hamilton Valtteri Bottas kettőssel vág neki az új bajnoki évadnak. A Mercedes tavaly ismét verhetetlennek bizonyult az F1-ben, bőven voltak azonban olyan területek, melyeken még nekik is fejlődést kellett elérniük. A szerdán bemutatott W10-es kódjelet viselő versenyautó a kemény téli munka eredménye. A csapat amellett, hogy igyekezett megőrizni a versenygép erősségeit, természetesen javítani akart a gyenge pontokon is. Például a gumikezelésen, mely az elmúlt években komoly fejtörést okozott a Mercedes mérnökeinek. A csapat abban bízik, az idei autó már jóval barátságosabban bánik majd a Pirelli abroncsaival. A Mercedes autója nem csak kívülről újult meg az új technikai szabályok miatt, hanem belül is. Jelentősen áttervezték ugyanis a V6-os erőforrást, melyet igyekeztek még erősebbé és hatékonyabbá tenni. A csapat szerdán nem csak megmutatta az új autót, hanem Silverstone-ban rögtön pályára is vitte. Valtteri Bottas és Lewis Hamilton is megtehetett vele néhány kört a brit versenypályán. It was a great first date. Nagyszerű első nap volt, talán a legjobb évek óta. Igazán lenyűgöző volt látni múlt este, hogy összeállt az autó. Ez mindig fantasztikus látni. És az, hogy milyen simán ment ez a mai bejáratás. Nyilván tovább folytatjuk a munkát, de rengetegen dolgoztak fáradhatatlanul azért, hogy ez az autó összeálljon. Nagyszerű volt megérkezni erre a tesztre és teljesíteni a tervezett programot. Számomra ez őrületes, mert nagyon régóta versenyzem már. Ez lesz a 7. évem a csapatnál. Mégis ugyanolyan érzés volt, mint amikor először ültem F1-es autóban, ami nagyon furcsa. Nem számítottam rá, de nagyon örülök neki. A bejáratáson egyébként nem Hamilton volt az, aki először volán mögé pattant, hanem csapattársa Valtteri Bottas. Mindenek előtt az, hogy én lehettem az első, aki vezette ezt az autót, egy új Forma 1-es autót, nagyszerű érzés, hatalmas megtiszteltetés. Nyilván jó egy kicsit ráérezni a dolgokra. Persze ez még csak egy bejáratás, nem egy valódi teszt, de minden rendben ment, és már most találtunk olyan dolgokat, amiket tudunk javítani, és persze pozitívumokat is. Mindenki elégedett, hogy az autó végre pályára gurult, nem voltak gondok, szóval jó volt visszatérni a pályára. A Mercedes a mezőny többi csapatával együtt jövő héten Barcelonában kezdi meg az előszezoni teszteket. A mezőny összesen 8 napon át gyakorolhat az évadnyitó ausztrál nagydíj előtt.